A mai résztartalmából. Nálunk van ilyen, hogy, hogy, hogy a szobájába hogy rávágja, vagy majd megsértődik. Hány éves? Hét évesen. Van már ilyen, hogy bemegy a szobájába, de utána benyitsz a utána így, így befogad. Hát így... De minek nyitsz be? Hát az ajtót. ajtót. Heteki, ki ne nyízd. Ott van! Zárt ajtók Ezt akartuk Azt, elérni. Igen, a szülők a hülyék, mert ne nekiállnak basztatni. Végre! Csönd. És ö, ö, de akkor mondjuk, hogyha mert ben van egy napja, akkor ételek, ki vagy ez, hogy... De mit foglalkozol vele? Bent van egy napja. Egyébként valószínűleg, ha éges, már ki tud jönni, tehát nem is az van, hogy kell nézni. Ha. Van ilyen, hogy összejön azt, hogy most mondjuk a nejem elviszi a gyereket vásárolni, anyósabbi ez a másikra, és rám szakad egy szabad 20 perc, ott hogy reme remegülök, hogy és akkor én most, most, mit fog csinálni? Most 20 percig, hogy, inkább lenne szükségem mondjuk egy 20 órára, befuttam az elmúlt. Akkor is inkább ledülök a A 20 perc, perc az kevés egyébként, sajnos az pont arra elég, hogy, hogy, egy picit megszagold a szabadságot, és egy picit a mámor így végigszaladjon az ereiden, és aztán visszatérnek. Igen. Még Itt, vagyunk. Egy... Igen. <laughs> Húrra. Uh <-huh. gül> És ilyenkor a 20 perccel, arra egy, én, tényleg egy family guy tudsz megnézni, vagy nem tudom, vagy tényleg... hát <laughs> egy üveg pálinka egyébként el tud fogyni, hogyha vagy hogy imádom a, a trash tartalmat, ezt is visszanézem majd. <laughs> Köszönöm szépen a <számtadra>. visszajelzést. <laughs> Viccelek természetesen, de hogy nem nézem vissza. Saras TÓCSÁKBAN UGRÁLNI Szobácsi Gergővel és Tóta Eduval Sziasztok! Ez itt a SZARAS TÓCSÁKBAN UGRÁLNI negyedik adása. Itt van velem ismét hűtársam Tóth Edu. Sziasztok! Sziasztok. Edu. Sziasztok. Engem Szobácsi Gergőnek hívnak, és a mai témánk a tartalmas időtöltés a gyerekekkel. Mai vendégünk pedig Kormos Anett. Í, szia Sziasztok! Anett. <gül> <gül> és uh, Hát tartalmas időtöltés a gyerekekkel. Én tudom róla, hogy te nagyon sokat dolgozol, és egyszer beszélgettem Szabia pékkel, aki szintén rengeteget dolgozik, és három órát alszik egy nap, és tőlük, tőle kérdeztem, hogy hogy bírja ezt a család, és azt mondta, hogy nem tudom, nem találkozom velük. hogy Nálatok, <laughs> ez hogy van? Tehát hogy tudod így összefésülni a melót, meg a tartalmas időtöltést a családdal, gyerekekkel? Szerintem ez most már nem... Egyénre szabott probléma, hanem ez most már mindenkit érint. Tehát, hogy már aki dolgozik, úgy értem, nyilván aki nem, az kevéssé, vagy akinek nincs gyereke, az sem. De akinek munkája is van, meg gyereke is, azt ez az egyeztetési probléma az érinti. Aki azt mondja, hogy sikerül, azzal akarok beszélgetni. Nyilván mindig valaminek a róvására megy. Tehát, ha a gyerekekkel foglalkozol, az a munkaróvására megy, ha meg a munkával, az meg a gyerekek a mm. róvására. Attól függ, hogy éppen melyik önzési szinten vagyok, az szerint talogháttérben munkát vagy gyereket. Uh -huh. És neked a saját családoddal, tehát a saját szüleiddel milyen emlékeid vannak a, a tartalmas időtöltésre? Mert rájöttem, hogy nekem ilyen nem volt. Tehát, hogy gyerekkoromban nekem ez kimaradt. Volt egy munkamániás apám, meg ilyen otthonülősek voltak a szüleim nagyon. Tehát mi nem mentünk sehova soha. Egyetlen egy napot voltam velük Balatonon, és ennyire emlékszem az elmúlt 40 évből, hogy nektek volt ilyen családilag közös időtöltés? Ö, az igazság, hogy nekem teljesen ö, ö. Ideális gyerekkorom volt, ami, hát ugye, több kérdést is felvet, hogy látszik, hogy tulajdonképpen normális családi háttérrel rendelkezőkből is lehetnek aztán magunk <gül> fajták, <gül> amit... Meg Mert meg az, hogy nincsen, nincsen kifogás, nem? I, igen, ember, tehát, igen. Nem mások a szülek, hogy az apám, meg anyám ilyen volt, hanem így, hát, ez <laughs> Igen, igen, lehetne mentségem, de sajnos nincs, tehát, hogy teljesen normális elból származom. És ö, nem hiszem, hogy mi azok, a, vagy nem, talán sosem voltunk az a család, akik az aktív kikapcsolódást ö, a szó klasszikus értelmében értelmeztük volna. Én a magam részéről most sem gond. vagyok az, aki, aki hisz ebben, hogy van aktív kikapcsolódás, mint ahogy, és ezt már többször mondtam, a, hogy mondjam, azt se szeretem, amikor azt mondják, hogy könnyes szórakoz, szórakozás. Nincs másik fajtája a szórakozásnak, ugyanis szerintem, mert a falsúlyos szórakozás az nekem nem szórakozás, akinek az a, biztos vannak perverzek még egyébként, de szerintem nem jellemző, tehát, hogy szerintem, én nekem a például az, azt tudom, hogy vannak, akik szeretnek úgy kikapcsolódni, hogy közben kirándulnak, hegyet másznak, kilátókban mennek föl, meg mit tudom én, egyéb agymennyire, tehát kultúrát szívnak magukban, ami én nem ez a típusú Kikapcsolódó vagyok, hanem az, aki döglik, és hogyha lehet a legtöbb olyan dolgot vesz magához, ami vagy illegális, vagy vagy a hedonizmus a és ott, ha lehet, ott találják meg, hogy folyik a számboronyál. Az miért sem a vállalják fel. Az, az, az a, hogy ez a nyomás, hogy mindenki úgy közeli el, hogy jaj, anyuka, apuka, kis helyet, Most Nekem se, a se henteszem nem az a gumicizmában a bőrzsényben mászik fel két bottal, hátizsákkal, és kérdezi tíz percenként, hogy na, kérj valaki fogácsát. De hogy ugye ezt kevesen mondják, hogy igen, tudod, én, én döglök, és de te De vannak, aki szereti, tehát vannak ezek az emberek, akik szerintem tényleg nem úgy csinálnak, hanem nem, tehát vannak, akik nem megjátszak kérdőjel, de szerintem, hogy így környezetben, vagy a szabadban érzik jól magukat, vagy, vagy szeretnek mondjuk kirándulni, vagy valóban új dolgokat felfedezni. Tehát szerintem vannak ilyen emberek, akik tényleg ilyenek. De hát őket is el kell fogadni. Akkor hát nem, fogunk veled összefutni a Mátrába a családot. Nem ez, a ez, ez az a kulcs. Őket is el kell fogadni. De valaki ilyen kompromisszumok. Tehát van ilyen például, hogy elmész Esztergomba úgy, hogy felülsz egy hajóra, ott a, nem tudom, ott a Dunán, és elmész Visegrádon keresztül Esztergomba, és kiládult el ülsz, ott van büfé is, és megértük Esztergomba. De, van ilyen kompromisszumok, igen? Igen, csak itt emberekkel találkozol, és nekem például ez már egy alapvető teher. Most röhögtök, mert ti kimentek nem, így, de. Ez me, ez me, nem te. tudom, lehet ilyet, ezt már kicsit be Lehet? Sőt, Ó, Sőt Istenem, egy ízes már, íz, már nagyon az, lehíztél, az a az az meg! Az meg. Hát ez, ez, Végre. Minél ízesebb a meg, annál jobb. Nem mondom, hogy az emberek, mert engem is. Hát az az igazság, hogy nekem ahhoz, hogy emberek közé menjek, ez a dolgom van magammal. Nem tudok kiugrani az egyből, és kimenni, hogy ki tudok, de most már egyfajta ilyen vizuális környezetszennyezésnek élni meg a társadalom. Tehát, hogy oda kell egy picit tennem magam, és nem szeretek ezzel foglalkozni, nem szeretek, nem szeretek erre, ezzel időt tölteni. Tehát, érted, most meg kell mosnom a hajam, mert ide jöttem. Hát, Bocsánat. Hát mindegy. mindegy. A következő sapkában. Is De az meg olyan béna, hát százer éves, mondjuk végig a sapkában, mint egy ilyen 17 éves rapper, aki nem tudja, hogy mi van. Akkor azért valaki ilyen, ilyen sok nő a sapkában. De nem, hát én egy interjúban hallottalak téged, amiben azt mondtad, hogy te azokat a férfiakat szereted, akik nem annyira igényesek, egy kicsit ilyen... Teljesen félre van ez magyar De szóval. hogy, hogy én azt hittem, hogy ma itt lehetünk önmagunk, hogy, hogy Sőt. neked csak kellett volna feltétlen hajat most. De, ez, de, fontos, hogy megjátszam magam az élete, a külvileg számára, tehát nem lehetek teljesen önmagam, mert hogy mondjam, ezért? nagyjából tiszta vagyok a tűrőképességével a társadalomnak, és nem akarom túlterelni a rendszert. Nekem volt egy magatom, a feleségem. azért, azért csúsztam meg, mert kapott egy új autót a cégtől, ami automata, és 20 percet a rájöttem, hogy a gáz keny, a féket kell nem a gázt. Aminek nem is értem, hogy miért van ez, hogy a fékkel indulok el, de volt pont egy vitánk a nejemmel, és akkor egy ilyen mondat jött ki a számban, hogy könnyen beszélsz, neked vannak önálló döntéseid. Ezt mondtam ki ma. <laughs> uh -huh. És hol az szól most? <gül> <gül> hát nem tudom, hogy majd majd ezt így összetudok két széket itt, de, de abszolút nagyon tetszik ez a hozzáállás, és olyan ritka. Ez, 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 ez amit most mondtál azért érményt, ez nekem nagyon imponál. Hát az ismerősöknek egyébként tetszik, akinek nem kell velem együtt élni. <laughs> Én de, 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 de nekem a tartalmas hidatőtésről, nekem, nekem ez az is jött fel a fejembe, mert arról szól, hogy az én idődő fogunk beszélni, de rájöttem, hogy nekem nincs én idő, úgyhogy nem tudok hozzászólni. Neked sincs. Nem <laughs> tudom, én nem szeretem ezeket az új kifejezéseket, nagyon, mint az én időm, meg a faszom. Nem? Hát, de a, a, az, az én idő, az. Nem, tényleg nem szeretem a kifejezést, nem fogom többet kimondani, de én nagyon szeretek aludni, és ha lehet, akkor az időt azt alvással töltöm. Imádom a, a trash tartalmat, ezt is visszanézem majd. Köszönöm <laughs> szépen a visszajelzést. Viccelek természetesen, de hogy nem nézem vissza, hanem... Hogy és soha. <laughs> ö, tehát, hogy, hogy szeretem ezeket, mikor nagyon fáradt vagyok, akkor a, akkor a legalja tartalmakat nézem, és engedem, hogy folyjon, és aztán elalszom rá, és ö, csodálatos így. És ennél több igényem nincs, tehát, hogy nem, nem vágyom egy, 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 rózsablak megtekintésére, bekotózására is. Akkor kormosan egy ideális napja az, hogy 20 órát alszik, majd mikor föl kell, akkor magához vesz egy-két illegális szert, és trash néz négy órán keresztül, majd visszafekszik alul. Tulajdonképpen jól kiismertél. Tökében ezzel telik, szerintem így a egyetemisták 90%-ának a így a ja. szokott lenni. Én, én nagyon, nagyon hiányzik ez az életforma, ez az elfogadottan kanapén fetrengős, playstation időnként illegális szeret, elfogyasztós, csocsózással töltős rész, és a tartalmas... Uh, ha tuta... sikerül kirugatnod magad a családból, összejöhetnek ilyen hát, napok. És... <laughs> Csak itt jön a... Itt, de Rajta van. Ez a dolgozom tíz éve, viszont annyi, hogy... A legtöbb férje hivatásának tekint egyébként a gyakorlatilag a benyegző után erre, mint ha e, e felé. Amúgy ez önként fusztáltak 40-es férfiak, mert többet kellene bolondoznunk. Hát azt látom a lapukákon, hogy mindegyik arra vágyik, hogy egy kicsit, egy, egy, kis sorverseny, egy kis kidobós, egy kis bár, bármi, ami, ami egymással meg tudunk úgy vívni, hogy mondjuk nem üljük meg egymást. Hát nálunk volt apák napja az óvodában, ahol volt sorverseny, tehát például a nyakadba kellett venni a gyereket, és úgy kellett futni, és ez, ez valóban észrevettem én is, amit mondasz, hogy ott az apukák De Saját gyereket, vagy bármelyik gyereket gyerekét gyerekek, lehetett vinni igen. szabad a vásár Egyébként jobb lett volna más gyerekét, mert a saját gyerekük testépséges számított, azt vettem észre, tehát nekem egy olyan videó van a a telefonon hogy apukák borulnak el gyerekükkel a nyakukban. <laughs> szóval igen, ebben igazad van eddig. Jaj. Nem tudom, nem, nem, arra szól amit tényleg Annett nem szeret, hogy nekem ezt nekem teszes, mert hogyha van, van ilyen, hogy összejön azt, hogy most mondjuk a nejem elviszi a gyereket vásárolni, ez a másikra, és rám szakad egy szabad 20 perc, akkor ott vagyok, ire reme, remegülök, hogy Isten, és akkor én most, most mit fog csinálni? Most húsz percig... <laughs> hogy inkább lenne szükségem mondjuk egy 20 órára, beputtaljam az elmúlt. Akkor is inkább ledőlök alul. A 20, perc az kicsit. kevés egyébként, sajnos. Az pont arra elég, hogy, hogy egy picit megszagold a szabadságot, <laughs> és egy picit a mámor így végigszaladjon az ereiden, és aztán visszatérnek. Igen. Itt vagyunk. Te... Igen. Ura. És ilyenkor de 20 perc, tényleg mit tényleg egy family guy tudsz megnézni, vagy nem tudom, vagy, vagy tényleg... A, 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 hát egy meg absz... egyébként el tud fogyni, hogyha ügyes vagy. Tényleg? Na. A, nem hiszem töményed, de mondjuk egy ilyen négy dobos sört, azt le tudok tolni 20 perc. Na, köszönjük. Az, köszönjük. más, már másképp várod a családot, egy, egy más hangulatú apukával, mint a kicseréltek volna. Egy kicsit ilyen, ilyen komlószörp szagú, de, de vidámabb apa. Vidámabb, játékos hangulatú, gyermekét vállára kapó, és dobáló, és vele elzuhanó a kertben, és magát összehányó, és folytat. És És kell hogy Érdemes ilyenkor berevezni, és kiviselkedni magad a teljes közösség előtt, és akkor egy költözés is befigyelt. Nagyon-nagyon jó. A, 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 a foci van nálunk, hogy foci van, akkor az friss van, tudod sportolunk, de ilyen négy-öt órákat kint gyerek elfárad, De aki, tényleg ez a, a tartalmas időt nem tudom, nekem anyukám még az tartalmasan kell időt tölteni. És ezt úgy értette, hogy mondjuk, nem nézze el a De neked kincső. is, vagy csak neki? Vagy Nekem, nekem. Neked, a... töltse tartalmasan az Zavarta időt. Zavarta az, hogy megnézem a kincsem, ami nincsen 50-szer egy nap. Uh -huh. És mondom, nem hiszem, hogy anuló, hát anuló, ami a problémája? Hát önülük. Hát anuló az tartalmas időtöltés. De mi, milyen elvárás, hogy tudom, mit kéne például csinálnod ez idő alatt, amíg? olyat, olvasni, amit még nem olvastam korábban. Vagy, vagy mondjuk uh, elkezdtem írogatni, ilyen például egy Indiana Jones rajongó voltam, vagy vagyok, és a Cowboy Edu című regényemet elkezdtem írni, és mindig mondta, na, a Cowboy Edu-t folytast. De értenie De. kell, hogy a kreatív elmének erre hivatkozza, nem szoktam mondani, hogy pihenése van szüksége, és ilyenkor egyébként Szabó nem szoktam idézni, aki azt mondja, hogy az íróknak különösen sokat kell aludni, meg az alkotóembernek, különben nem tud, nem tud termelni. Tehát neked hivatásszerűen kell kincs, ami nincset nézned, hogy az adott egyfajta passzivitásban tart. Ó, oh, de jó ez nagyon fontos gondolat volt szerintem. Igen, szerintem, és ezt fogom otthon de most. A, ez, használ. a második, amit így magam a fogadat váltat. hátra fogom tenni ezt. Te én évek óta passzivitásba tartom az agyam, és Igen, óriási karrier van előtt. Megváltoztathatjuk a témát kormosan hát életvezetési tippjeire, nem? Meg, meg, De egyébként, tudom, az érdekes, hogy, hogy nekem is volt egy ilyen korszakom, amikor ilyen tresseket de ne, nem olyan trest, hogy. ez nem az porno, a nagyon... pornó, mondjuk ki, Edu, mondd ki is, de hogy de arra hogy mondjuk nagyon sokszor volt, az, hogy én könnyed volt, néztem, nem hiszem, főleg London. Nem Londonon. ilyen mélységűt, mint a kincsemincs, nincs, hanem egy könnyedebb, egy olyan szórakoztató <laughs> mint ami Átértem a kincs, igen. igen. Szóval, szó, hogy, hogy hogy, hogy, hogy néztem, és most az a baj, hogy már, már, már ezeket unom. Tehát az a baj, hogy a trash, a trash, mit, tart, mit értesz pornón kívül? Uh, hát a trash, nem, vagy a pornóban ja. nem trash, ott azért csak a művész. <laughs> Művészi beállítások érdekelnek <laughs> természetesen, csak a művészi métrok. Uh, hát nem, a trest, az nem, nem a könnyed végjáték, azt, azt nem bírom, az nem, azt sért. Tehát, hogy ennél sokkal rosszabbakat nézek. A furcsa módon az nem sért. Tehát mondjuk uh, vállalom, aztán majd felhasználhatjátok. Én Varga függő voltam. Hmm. Nagyon szerettem Varga nézni. Szerintem filozófiája volt az életmódjának. Ráadásul az a típusú, hogy, hogy, egy, hogy mondjam, valakiben bennem, tehát így gyermek tud maradni ennyi idős korára, és hát nem tudom, de nem, ezt nem akarom, erre nincs mentség, tehát úgy abba is hagyom, hogy mivel támasztanám alá, de maradjunk annyiba, hogy remekül el tudtam rá aludni, és csodálta néztem, hogy megpróbált egy szusit feltekerni, miközben egy ekkor adag húst rakott egy ekkor ilyen lapra, és azt gondoltam, hogy sikerül, és azt gondoltam, hogy ezt az optimizmust akarom én is. Lekül is valaki, imádok, és szégyellek. Például. Nekem a szomorú szám nagyon tetszik. A mai napig. Ez hmm. a Ez mondjuk olyan, amit tüt tüt. kell, tehát, hogy ezt ezt, 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 nem kellett volna mondjuk most bevállalni. Igen, durva, szóval, Igen, szerintem, szóval van egy határ, amivel nem megyünk. De... Az, hogy vagy, de, de én nem állom, hogy nekem az a szám tetszik. nagyon sok szám nem tetszik, amit hozzanak a 90 a munkásának. Ne, ne. Ez a holdala, lettem az lopás alapból, meg, meg nem tudom, olyan... A szavarának mondani valóját az, az nincsen, ez a kifizettek rögtön készpénzben, hát butaság a számaga, csak ez a tü, -tü, 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 -tü. És akkor le lehet még egy valomás? Van ez a Max, don't have sex with your ex, ezt nap kétszer meghaltam, az a felajött kocsiban. <laughs> Akkor Helyosz. igazából nem is, nem is, nem indult az autó, alá, ezt hallgattad <laughs> közben. Pont ezen gondolkoztam végig, még ezt mondtátok. Azon gondolkoztál, milyen... hogy eltusolt, hogy neked milyen az <laughs> tartalma, de <lenne>. egész egyszerűen <laughs> csak mint egy ilyen sor. kis műsorvezető, hogy oh, nem így azt szeretném kérdezni, még egyébként. <laughs> Igen, erre ebújok ebbe a szerepbe. Nem tudom, nem Vál. tudom, tényleg. Hogy hazudsz? Mindenki tudja, amit mindenkinek van, ami gáz és szereti. Titkon me megnézi. Az nekem, renge, nekem, rengeteg ilyen, hát legalább húsz. De úgy. van más tartalmakat is nézel, hogy csak ez a szégyen puc végig két végente. Nem tudom, tényleg nem jut a semmi. De Mindig csak a Bibliát egy... forgatod. Így van. És... Így van. Nem, de olyan, amit ciki, olyan nem jut a szembe. Hát ilyen, akkor majd szöldj, ha... Tényleg. nem tudod, hogy <laughs> cikíted, azért <Bár> nem. Mert régdibuzit <laughs> megvan, te szandi összes, de hát senki nem szólt, hogy... Ne neked mennyi a gyerekeid? Jó, oh, ezzel a kérdéssel mindig zavar. 16 felé megy az egyik, és 17 felé a másik, azt hiszem. Hmm. És ők igénylik még veled a tartalmas időtöltést, vagy már nem annyira? A tartalmatlan időtöltést igénylik elsősorban. A Kérd, a, 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 igen, igen. igen, igen. Tehát... Valarja, Irén, nézni közösen. Nem, arra azért nem tudom. Vajar nem nem, nem fertőzöm őket feltétlenül minden betegséggel, ami engem érint. De nagyon szeretnek beszélgetni, és, oh. és egyébként ha. Mondjuk olyan típusú trash nézünk, mint amit Edu mondott, tehát mondjuk könnyed könnyedvigyeltékokat szeretik, akkor azt az mondjuk, azt az végig, végig közvetítjük természetesen aha. mi árban. tehát sajnos. De ez tök jó, mert amúgy mostanában nem jellemző a kamaszokra, hogy nagyon szeretnének beszélgetni. Igen, nem? de ezek, tehát, a, tehát az én gyerekeim szerintem azt hiszik, hogy én menő vagyok. <laughs> Tényleg, és nem <laughs> tudják, rettek, <fér gül> hogy mikor jönnek rá, én már mondtam nekik, de ők azt hiszik, hogy én, tehát meg vannak győződve róla, hogy... Vagy... Igen, pont ettől félünk, mi is Eduval, az előző adásban a kamaszkor volt a nagyon, tévek. Nagyon-nagyon. És pont erről volt Rát szó, hogy, 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 mi is ezt érezzük Edúval, hogy még, hát a mi gyerekeim még picik, de hogy már csak pár évünk van, hogy kiderüljön, hogy lúzerek vagyunk, mert egyelőre még felnéznek ránk, de ez el fog múlni. De akkor végül is minket, mert hogy ezt ki lehet húzni. Nem akkor. tudom, hogy hogyan lehet egyébként ideig kihúzni. Tehát az egyik lehetőség szerintem, hogy nem edukálod túl a gyereket. Tehát ha viszonylag sokáig hmm. tudatlanságban tartod, akkor fel tud nézni rád azért is, mert lehet ...ig. tovább nekem nem nagyon megy, de ezzel már tudok villantani. <laughs> Kikácsolj a wifi-t. Igen, tessék megfosztani mindentől. A könyveket is meghagyni, bogyú és babóca szinten, annál följön, ne tessék menni, és egy véletlenetileztek a szellemi idején. Tök jó. Igen, mert, mert, az, hogy amikor az ember 6-7 éves, akkor nincsen választás semmi sem, sem két az azt úgy csinál, amit anyu meg apu mond. amikor, amikor 16-17 éves, akkor már valószínű, hogy ők mondják meg, hogy mi legyen? Hogy... Ez az igen, de ezt az estemben is mondom, hogy az a csodálatos a kamaszkorban, hogyha hogy ők szívesen vannak egyedül, és itt tud, rád basszák az ajtót. Hát eljön az, amit te is szívesen csinálnál most, érted? Csak végre ő is rád bassza, Aha. és hát rébbe érsz tulajdonképpen a kamaszkorban létre. Az az állapot, amire azt az az elején, de akkor még ugye nem Tette, hogy ne visítsanak is egybe. Hát Azt, igen, Lovász ezt... Laci elkeserített minket az Igen, előző adás, mert, mert olyan, szerintem mindenkit, akivel <laughs> beszél. Árad belőle. Né, de hogy is, Laci, volt? De, 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 ez, de ez a, a, a... nálunk van hogy, hogy, a, hogy a szobájában, hogy rávágja, majd megsértődik. Már Hány éves? Hét évesen. Van már ilyen, hogy bemegy a szobába, De utána benyitsz, utána így, így, befogad. Így, de minek nyitsz be? Hát bevágta az, az ajtót, ajtót hetekig kine ki, ne nyítsd, ott van, zárt ajtók Még Ezt akartuk az, elérni. Igen, a szülők a hülyék, mert ne kiállják basztatni. Igen. Végre. Csönd. És ö, ö, de akkor mondjuk, hogyha mert ben van egy napja, akkor ételek, csalogatod, vagy ez hogy? De mit foglalkozol vele? Bent van egy napja. Egyébként valószínűleg, ha éges, már ki tud jönni, tehát nem is az van, hogy é, rá kell nézni. Van. Ja, hát ö, egyébként, ő magadat bennük? A, a, gyerekeimben? A éves korma uh, valahogy igen, mind a kettőben másképp. Tehát, hogy uh, mind a kettő nagyon jó szívű, ezt nem, vagy nagyon kedves jó emberek, ezt, ezt valószínűleg inkább az apjuktól hozták, és uh, közben meg azt, hogy ezt egy picit ilyen érzsó leplezik, ezt megtalál tőlem. Uh -huh. De ők most már szórakoztató társaság, tehát eljutottak arra a pontra, hogy igazából nem zavarnak. Uh -huh. Most ilyen van Csomó olyan program ti is tudjátok, amiben nyűg részt venni. Én gyűlöltem, videgéltem be a játszóházakat. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy uh -huh. tartalmas időtöltésről, hogy mi volt az, amit ők imádtak, és te meg utáltad. Mert egy csomó ilyen van, ugye, de gondolom még mai napig van ilyen, nem? Ami... Amit így nem, miattunk, mert már összekoptunk. Egy, nem, most már mi, ők megtanulták, hogy az a jó, ha nincsenek nagy igényeik, és nincsenek nagy igényeik. <hállt> Tehát pont akkor igényeik vannak, amit kitrok elégíteni, hogy ne zavarják őket, és én vagyok erre az ideális anya. A privátszféra alatt mondjuk azt érted, hogy mondjuk, mondjuk van egy barátja, például mondjuk egy pasia, tegyük föl, mondjuk az idősebbnek 17 évesen, és akkor... Ne feltételezzél, légy ilyeneket, <laughs> nem olyanok, mint az anyjuk ebben, mint mond. <laughs> én, 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 nem, úgyis tényleg sok, 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 sok víz lefoly, vagy lefolyik még a Dunáj, mire, mire ők felnőnek, és tényleg azt gondolom, hogy mondjuk a szerelmi kapcsolat azért próbálja -e tehet jó anya, lánya, vagy jó apa, lánya, vagy jó szülőgyerek viszonyokat is de valamiért azt hiszem, hogy ez, ez, akit így váratlanul ér az, hogy egyszer csak, ott valami mulasztás már korábban mm. történt. Tehát, hogy, hogy érsz és jól szokták kérdezni, hogy miért nézem az elnaplót. Tehát mondtam, hogy de mit nézegesek az elnaplón. Tehát, ha nem mondja, hogy egyes kapott, és az elnaplóból kell megtudnom, akkor sokkal nagyobb bajok vannak annál, mint hogy ő egyes kapott. Uh -huh. Hű, basszus, én pont most gondolkoztam azon, hogy ez az elnapló akkor lett volna, uh. amikor én gyerek voltam, én konkrétan nem élnék. Tehát... Akkor elbújtunk uh. a wc és átjutunk a bios uh. négyesre. De egyetlen egy szerencsém lett volna, hogy apám nem nagyon értette a számítétet nem tudott belépni. Tehát engem miért volna meg, hogy létegbe Papa ma sem működik, nem tudom, mi lehet a rendszerre. Hát még a feleségednek, aki ilyen legpedálsebb ebben a világon, neki is volt egy áll ellenőrzője. Tehát még volt egy ilyen a hivatalos, ami mutatott otthon, meg az igazi. Még a, mindig szembesültek az igazsággal, szegény anyák, meg Azt gondolom, a szülő is egy olyan játszóház, hogy nem éppen a szívet csücske, nem? Jól sejtel? A szülő, mint olyan? Szü a ja, érteke... Én nem járok szülő értekezlet. <laughs> 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 Ezt <honnan> tudtam most? Egyszer-egyszer <laughs> beírtam szülői csoportokba, ahol általában utalást tettem az oktatás színvonalára, ebben oly csúnya szavak is szerepeltek, aztán kiderült, hogy benne van az osztályfőnök is a csoportba, <gül> <gül> és akkor aztán viszonylag röviden abba hagytam a nyilatkozást. Én úgy olyannak képzelek, aki mondjuk kap egy beírást, írást a gyerek az ellenőrzőjébe, akkor arra ilyen nagyon szellemesen visszaválaszol a, a tanárnak. Nem, mert igazából inkább elkeserít engem az oktatás. Hívjuk oktatásnak? Igen, az elkeserít, <laughs> <Megyőzős>. elkeserít, <gül> elkeserít <gül> igen, a gyerek megőrzés jellegi állapota. Nem tudok rajta még Azt jó ízűen nevetni, de lehet, hogy eljön az az idő, amikor igen, most még inkább keserűséget érzek akkor, amikor mondjuk kapunk az osztályfőnöktől a nyolcadik évvége vége után, mikor felvételiznek ezek a szerencsétlenek ebbe a rettenetes hülye rendszerbe, akkor kapunk az osztályfőnöktől egy mindenkit ledorongoló levelet, hogy szégyeljük magunkot, amire a gyerekek rossz felvételt írtak. És akkor tudod, tehát, hogy, hogy az Isten áldja meg őket. Hát nyolc évet járt abba a szájbarakot iskolában, reggel nyolc, délután kettőik. Ha nem sikerült megtanítani, összeadni, meg kivonni, meg nem tudom, betűrendbe tenni a szavakat, az, miért az én hibám? Miért az, én hibám? Miért az én hibám? Miért nem, miért nem gondolkodnak el? Tehát valami nem sikerült. És amikor ezzel valaki szembesít őket, akkor megjön a sértődés, meg a, nem is tudom, tehát hogy olyan, olyan reakciók, mint óvodában, és akkor rájössz, hogy nem, nem, érdemes, vagy nehéz, vagy nem tudom, biztos lehet csak. Van a mességű, hogy Anett nem eszemkás. Kell, <laughs> Meglepne, hogyha. Nem egyszer megkérdezték, és kérdeztem, hogy mi az, és akkor tudták, hogy nem. Hogy tudták, hogy jó, hogy igen, valószínűleg nem érzek az ideális smk -s. Én voltam SMK-s verni jelölt, SMK-s, csak leváltottak, nem tudom miért, de ilyen hónap után. Ja, akkor mégse kell lesz, jó. De... De engem behívtak egyszer raportra, mert akkor még írtam cikkeket a VMM-be, és írtam egy cikket egy ilyen nagyon hülye helyzetre, amikor egy gyereket szerintem egyébként a szülők egy picit kirekesztettek tök ostoba helyzet volt egyszerűen. És akkor behívtak raportot, és tudjátok, ültem ilyen kicsi székeken, tudjátok, hogy korú volt, mint így ültem három tanárral szemben, akik kértek, hogy többet ne írjak az iskoláról. Mm. <laughs> én, én, csak egy Facebook posztot írtam ki, de óriás balhé volt belőle. Mert azzal jött haza egy gyerek az iskolából, hogy fölgyújtottak egy embert az udvaron. És... <laughs> Ez nem semmi baj, nem értem, <laughs> vagy miért írt Ez úgy, hogy kedd délelőtt. <laughs> Neked se jó semmi és nem tudom, tudták, arról a hagyományról van ez a kiszebáb égetés, ugye, amikor egy ilyen szalmabábút meggyújtanak a, az udvaron, csak hát a gyerek ezt nem így mesélte el otthon, hanem, hogy meg, ja, nem, nem is egy bohócot az udvaron. És ez egy iskola, Ez még óvoda volt. Ó, <laughs> oh, és ott vannak egy bohócok nálatok. Ez egy olyan. Jó, no, van szalma, egy ilyen valami régetés, tavasz, ja, hogy felöltöztették a... Igen, egy szalmabábú, és akkor ezt meggyújtják. Szegény gondok Józsi népi, bácsi népi szokták. Népi hagyomány, ezt minden évben megcsinálják, és a gyerek azzal jött haza, hogy fölgyújtottak egy bohócot az udvaron. És akkor én így írtam egy posztot, és engem is berángattak, hogy, hogy nem kéne posztokat írnom az oldalról de kicsit rébuszabban fogalmazó, de miről írtam a posztot, tehát arról, hogy rohadjon meg a bóc, és felgyújtottak, és remélem felhajogosodott még a heré is, vagy hogy... Vagy... Ja, azért, azért írtam, mert hogy ha esetleg így szólnának arról, hogy ez lesz ma, akkor nem lepődnék meg azon, hogy ö, cirkuszi alkalmazottak a téged meg az udvaron. <laughs> ja, értem, hogy sérelemeztet, hogy a gyermek részt vett, vagy látott egy ilyen, egy ilyen nem, bóc. hogy így nem egy tudtam, így... hogy mi történt pontosan, és már ilyen egész, tehát egy kis településen lakom, ahol hát elterjedt a plegyka, ugye, hogy már, már olyat is hallottam, hogy ég az ovoddal, tudod szóval, ja, értem, ilyen, aha. Ö, egy ilyen, egy film. Igen, 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 igen. Egy ilyen óriási pletyka hullám söpört végig az én, és akkor beírtam nekik, hogyha esetleg írnák reggel, hogy szamabábút fogunk égetni, akkor nem lenne ez a pletyka cudamia a, városban, és akkor ezért engem is berángott. A játszóházzal mi a probléma de A játszóházzal... én é, imádom. Ez jó egyébként, ez a kis labdákban. Annyira kicsit amikor a gyerek leugrik ilyen 20, 20 méter, és így ilyen egy bukfence érkezik, akkor néha kicsit félek, hogy a nyakakak kitörik. De egyébként meg nagyon lesztampályom, mondjuk, mondjuk van egy zaj, meg egy szag. Ezek? A, ez a kettő ez engem rögtön bánt. <gül> <gül> Tehát úgy kezdjük, hogy le kell venned a cipődet. Nálam ez túlzott intimitás. Idegen zoknise, egy zoknise embere emberek, egy zoknis ember emberek. Idegen emberek is vannak ott, és akkor igen. És én szívesen játszom a gyerekeimmel, de nem akarok másik emberekkel egy labdat tengerbe fetrengeni, ahol esetleg összeír a testünk, és egyébként más gyerekei, meg nekem ná, többnyire nagyon kevés kivételt vehetek, de nem szimpatikusak. Nem szimpatikusak, még kevésbé, mint a szüleik, és inkább vágyat érzek, hogy valamelyiket fejbe dobjam, lerújjam onnan, vagy nem tudom. Uh, és a szórakozó gyerekek, mint ahogy egyébként a magukat jól érző emberek is, amúgy meg külön ritkán szimpatikusak. Tehát még egy síró gyereke meg tud esni a szívem. Halvazom. de a nagyon kacagó, boldog, uh, sokszor egyébként erőszakos és agresszív gyerekektől, hogy mondjam, a sajátjaimtól is elmegy a kedvem. Tehát, hogy elgondolkodom, hogy ezeket is itt hagyom, ez mind ilyen. Egyébként, esőket én mindig is imádtam a gyerekeket teljesen simán eljátszottam teljesen idegen gyerekekkel, de mióta van saját gyerekem, <laughs> az ugyanaz, annyira nem. De ugyanez, hogy így, hogy így van egy, ő, 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 a, ő, a, ő a, a Dorát meg a Bence a két kis, izé, kis gombóckáim, többieket meg gyűlölöm. Mondjuk, mondjuk a, a, a bírom, a Télet bírom. Hogy Cs egy szegyót. Nem, vannak szimpatikus gyerekek, néha idegen gyerekek között is, de ritka. Igen, ez, ez nem jó állítás, hogy, hogy minden gyerek aranyos, és hogy minden kutya a jó fej. Vannak igazán szemétláda kutyák, és vannak köcsök. Figyelj, minden gyerek a szülő lenyomata, és a kutyáit olyan, mint a gazdája. Tehát, mint ahogy nem minden ember szimpatikus, ezért nem minden embernek a kölyke szimpatikus, Én... és a kutyája sem minden embernek és amúgy szimpatikus. köztetek van, mert hogy nagyon rettegsz az idegen emberek érintésétől, de hogy a gyerekeiddel volt köztetek így intimitetet? Hogy... Nem, nem engedem, hogy hozzám nyúljanak. <laughs> Van egy ilyen üveg. Ez is egy kulcs, lesz. Szóval ez nem ilyen... volt ilyen összebújva mesedézés, meg ilyen. Nem, mert hát szigorúan van egy ilyen üveg vitrin abban módon, <laughs> és akkor néha megnézhetnek, meg rajzolnak szívecskét a párába, tudod, amit odafújnak, de ennyi a maximum. Amit... Laktok, ilyen, az... a Any anya, az álkapogunk. Anya! <laughs> nem, nekik engedem meg kihasználom őket. Egyébként ilyen szempontból, volt, tehát az egyik kedvenc játékuk, amikor ilyen kicsik voltak, azt én találtam ki, az a fodrászosdi. Az azt jelenti, hogy én fekszem, meg szórakoznak a hajammal, kiválóan tudtam aludni, meg egy de ilyen ja, 2000, ja, ja, 2000 ilyen más Nagyon jó játékok, játékok aggó, igen. Például, Engedett kis kisminkelni, arcpakolás, ezek mind nagyon jól működnek, és akkor... Nem lesz elbejegyzésed, de anya nem játék 15-ből, amikor anyát egy mindenféle emlékszem, oh. Én igen. Csattok meg. Hajtsatok, igen. És akkor azért az elején, mikor még ezt engeded, meg nagyon fáradt vagy, akkor azért én előfordult, hogy elfelejtettem, tudod, hogy ki vagyok, de és elugrottam az oviba, és nem mondom, hogy érdekes, hogy mekkora sztár vagyok. Így megismernek mindenki, hogy bámul. Van olyan videó rólam, hogy, hogy alszom a kanapén, ilyen, hiszen ilyen egymástól volt három előadás, egy, egy, három adás, és akkor így be is rúgtam elég, és akkor reggel így a, a Donát, meg a három barátja a rajtam ül, és patiznak rajtam, és én meg így én, én, én édesen <suk> alszom, igazán várként funkcionálok. Még, még azt akarom kérdezni, hogy, hogy nincsen érzésed, amikor bemész egy amikor az óvodába, bementél, hogy a 12 majomból, amikor a bemegy a Brad a Bruce Willis, ez a hogy így kattantak, hogy egy olyan srác, hogy itt volt a, póke, a pókember, itt volt a pókember, és akkor így nem volt itt a pókember, nem mondja ilyet, nincs az, hogy, így, Ö, így, hogy De, de sőt, meg szoktak ismerni, tehát vannak gyerekek, volt, vannak gyerekek, akik odafutnak, hogy anya, és mondom, hogy nem. <laughs> Tehát, ezek hogy... a saját gyerekeid. Hát igen, mindenképpen tagadok, de az idegenek, is Na, arra emlékszem, amikor beszoktottam emmet például az óvodában, és ott is olyan, hát igen, mint egy állatkert, tehát, hogy furcsa dolgokat csinálnak kis emberek, és, és akkor láttam egy óvónőt, aki tudod, hogy befeszkedett ott ennek a, az osztály, vagy ennek a teremnek a közepén, és akkor már ott ültem egy ideje, a gyermekem, aki hasonlóan aktív szintén, úgy ült ilyen rezenestően és, és mondom, akkor hát vajon most itt hagyhatom, vagy hogy legyen, és akkor mondta, hogy persze, beszokik hamar, itt van Koloska, ő is két hete jött, és már milyen szépen beszokott, és akkor Koloska oda jött, és tudod, egy textépelenket gyűrködött benne az alsogatjába, azt kihúzta, azt begyűrte, azt kihúzta. Nem tudom, hogyha ő már beszokott, akkor lehet, hogy mégis egy kicsit várok, amíg az enyém is, enyém is beszokik, és ha ezek a tünetek a beszokásnak, hogy az ember egy textépen gyűrköd a heréje mellé, akkor lehet, hogy várnék egy Nem Nem fér, bele. Nem fér bele félek a basika az adott pénzt a, 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 pénz a Donátnak. Tehát nézd, hogy tőség duralt, ütfülis, a, a tütfül, és egy 500 -a, és meg így Mondom, persze. <laughs> Sörike. Öt persze <pászorát> pattan. <laughs> Mutkor lehet, be... és a hajós mondta, hogy egyszer megfenyegetett a gyereket, és hogy a mai napig bűntudata miatt. És az a furcsa, hogy én is megfenyegettem a gyereket, és semmi bűntudatot nem érzek. És azon mondta, hogy önvizsgátot tartottam, hogy van ez probléma -e, de azóta is én nyugodtan azt De mi volt a konkrét eset? Mint, hogy... Pont, hogy én, tehát Szakarul. még óvodában volt, és az én gyermekeim nyilván az én méretemben nem nagy növésűek, és akkor meg még különösen nem volt nagy növésű, és elmondott, a nagy fekete haja, a nagy fekete szeme, és ilyen kis vizé csünt az egész, és akkor volt, vagy a második napja ebbe az óvodába és akkor jött Tamáska, aki beült mellé egy ilyen kis kerti faházikóba tudjátok, és akkor hozott egy labdát, hogy dobáljuk-e. De Tamás volt, vagy 90 kiló, hogy és ugyanaz a korcsoport, és akkor elkezdtük dobálni a labdát, így szépen körbe gondoltam, nem volt Tabás, akkor rögtön nem volt szimpatikus, azért hozzá kell tennem. <laughs> és, és körülbelül a második dobásnál, hát így hozzávegt a elmához a labdát. És mondtam, hogy Tamáska, próbáljad finoman dobálni a labdát, jó? Jó. <laughs> és akkor mentünk még egy kört, majd még egyszer hozzáadott és... Mondták, hogy Tamáska, ez volt a második. Harmad harmadja nem szeretnék szólni, mert nem tudom, hogy szobatiszta vagy-e, de ha még egyszer hozzá a de biztos, hogy többet nem leszel szobatiszta. Nem tudom, hogy Tamáska ebből mit értett, látható, nem voltak a szókészlet egyébként, hogy ezt összerakta volna, de láttam azt, hogy, éve, hogy érezte, hogy ez, ez, ez nem hogy ez jó. nem Igen. Igen. Például. Például ez a Tamáska részéről egyfajta ilyen, nem szerintem ilyen szerelem megnyomlása volt, mert én... Le se szarom. <laughs> Tamáska vagy, tanulj meg másképp kifejezni a szeretetét, hogy válaszol más áldozatot. De képzeld hogy uh, olyan érdekes, hogy ez a, hogyan fejezzük ki mi fiúk óvodában, hogy ott a gyerekkel foci meccsen. Ne érts félénk gerjedek erre, de a gyerekeimnek más tanítok. <laughs> tehát, hogy... <laughs> <laughs> Voltunk a magyar észten, és uh, álltunk a piszavárnál a gyerekkel, és ott egy fickó, és ez a e, szemos klub és ez a, a húgyos, faszos kézzel így elkezdett így a hajamat, így, ezt már ez a így, hajadat. Tuk, hajamat, az arcomat, ümádlak, klub és már akart adni a pasit a gyereknek, és mondta, arrébb, uh -huh. így, hogy menjünk már a szegény, vagy mosunk kezet, és pont így a csap össze volt telibe hányva, de ilyen nagyon durván. Uh -huh. És akkor ez ilyen, ilyen, elég nekem ilyen traumatikus élmény volt, mert hogy tényleg az ő, a hajamat így, í, 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 í. De ahogy kimentünk, már nem érdekeltem. Tehát addig érdekeltem a fickót, amíg... amíg hát a kezét. a <laughs> 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 <Tudni. gül> és akkor kimentünk, megyünk haza, és van egy ilyen a fiamnak egy ilyen szerelme, ami ráadásul bonyolult, mert a legjobb barátjának is ő, Hát ilyen, és Hát ez minden a... gyerek, mint az apja. Csak mondom. És akkor kérdezem, hogy milyen elkölcsöt adtál vagy tanítottál neki, ezt nem tudom, de hát csak ugye, vagy félresiklik, vagy csak félresiklik, hogy látszik. szerintem jobban érdeklem, mint a. És de mindig azért van És akkor mondom a gyereknek, hogy mondtad neki, hogy ki voltál, mégiscsak azért ki voltunk 40 ezeren, egy nagy élmény, mondtam a kislánynak, hogy nem, nem, de jól mondod, a hányást holnap elmesélem neki. Hogy azt a hányást, azt muszáj megosztani vele, hogy ott ott egy hányás. Hát Robi. ha valamivel beled a csajoknál, Hány, akkor egy hányásos hányás. történet szerintem, az nincs nő, akinek a szívét meg ne dobankaná. De nálatok az... már van ez a csajozás? Nem, meg ez abszolút nem. Hát ez valószínűleg tőlem, mert én mindig messőm, nekem ilyen szerelmem volt, meg ezt valószínűleg tőlem. De, de már, van, már 7 évesen egyébként már van, de nekem volt olyan, hogy amikor én engem hat 6 évesen egy másik oldalba, első nap kitalált mondja a játékot, hogy fogócskázunk, és ha lány vagy, és elkap, elkapotta az illető, akkor le kell húzni a bugyirat. Első napot. Ki lehetett a szellemi atya ennek a játéknak? Hát kérdezze meg. Ezt valamiért úgy gondoltam, hogy megvan az eredő. És ad, oda a Gizéni. Ezt a Gizéni az új fiú azt játsza, hogy ez az első, első benyomás Gizéninek. Kosaras Ferenc úgy Mondd, hogy ma... Gizéni nem futott egy kört. És majd pegyen, most pont, pont rám írt, hogy lenne egy ilyen rendezvény. Emlékszik el rá, az első nap ez a játék, hogy... Le, lehet, az az, hogy az a játszák a szülők. Tudod, Igen. Jel? Egy olyan rendezvény. De a következő a... körversenyen. Ja. <laughs> Szerintem Én viszont az hogy én haragtartó vagyok. De hát amikor a játszótéren az Ati is nem engedte Donátot játszani, két éve, én, én a mai napig én én így a szatisztály megjegyzett. De elástad már, vagy még dobó a gyerek szíve, csak, csak tervezett, hogy előbb utóbb ott el annak a kis fának a tövébe. Az, hogy ott ott veszik még három más. A többiek kis kedvencek temetővébe oda. Az, hogy szépen bomlik, szépen virágzik az a fa, de, ő ők más, tehát így semmi, ugyanúgy játszottak. Cimborel! A, a, gyerekek nem hordozzák a sérelmeiket. Meg kell tanítani őket. Mert egészséges felnőttek lesznek, nagy baj Emlékszel arra a kislányra, azt tudod, hogy utáljuk. Neked de már, mondtam, hogy emlékszel, az is mutka miatt? Ja, tényleg. Semmi. De, tehát így lepat. de ne, te nagyon, mert tényleg nagyon tudnak tenni. Nagyon-nagyon A gyerekek? GondolHzo. Olyan mondatok, -e hogy pattanak el egymásra, nem vagyok a barátod, mert most itt van, itt van a Gábor, a Gábor a barátom, amíg a Gábor itt nem vagy a barátom. Ha Gábor nem akkor el, 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 leszek a barátod. Ilyenek. Hát ilyet, 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 mondunk, most komolyan. Hát sajnos nem, pedig ez legalább korrekt, nem? Tehát, hogy nézd meg most, felnőttek ugyanez a fel... Csak Ugyan, nem, csak mondjuk nem mondjuk mondjam, ki tisztalapval. Hát nekem a, a kisebbik fiam a, a születésnapjára úgy hívta meg a barát, nem úgy, hogy ki szimpatikus neki, hanem ki milyen gyorsan fut. És ha bizonyos távot lefutottál egy időn belül, akkor jöhetél a születésnapjára. Ti, ki, milyen ki, milyen gyorsan fut, Igen. meg gyújtogatás volt az óvodában, érzek némi összefüggést Igen. egyébként, tehát, hogy valahogy ott volt éppen lehet, hogy felgyulladt egy bohóc, és ki milyen gyorsan fut, az jöhet. Aki az gyorsan a ki tud menni az épületben az életben kedvencem ezek a 7 éves. Már segítettél. Ez a, a 7-8 évesek bulia, hogy így megjönnek a vendégek, és akkor gyerek, gyerek az így hát, Ha? Mit hoztál? Mutasd? Oké. Okay. Ez jó. De semmi szív, hanem így egyből az ajándékodat. Igen, de mondjátok, hogy ez egy ilyen, el, ilyen el, szerintem egy ilyen elvetélt dolog, nem? Ezek a szülőnapok, ahol a szülőnek föl kell írni, meg sokan csinálják, hogy fölírják, hogy mit hozott a másik gyerekszülő értékben, hogy valami nagyon hasonló. De hát álljon meg a menet, tehát ezek is ő, örüljön, köszöntsék fel a szülők, esetleg de ez nagy barátkozás, és nincsen nagy barátság a kovodába, hagyjuk már, azt se tudják, hogy hívják, csak legyenek sokan. az egész egy hatalmas fasság. Mind, minden mellett viszont az a durva, hogy megérzenek a szülők, hogy jó, kézzel készített hozunk, max. 3000 forint értékben, és akkor mindig van egy, van egy gyerek, hogy hogy szaladat és akkor így, ő és akkor, akkor lehet, ú, milyen menő volt, hogy és, és akkor, Nincs vége, kezdődik-e, igen, tehát, hogy a... Jóél. Nektek volt ilyen McDonald's születés, a gyerekkorokban? Nekem nem volt. <laughs> Arra, még, a mindig az eszembe megdonázos születésről, mindig, hogy. Igen. Nekem szülőnapom sem volt soha, de. <hállap> nem tartjuk. Akkor nem, nem volt meg megdonázos, amikor én születtem. Nálunk emlék, nekem a McDonald's az az, 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 volt, hogy Budapest, a Pécsiként az, hogy McDonald's, az, hogy a nyugati mellett, az, az, az első McDonald's Magyarországon, és az a gigantikus épület, és az a sajtburger. Most éhes <hállap> Nyugodtiba majd haza Csináld még. De nálunk tudod, ez a... Az végül is a trashbe beletartozik. A kajapónó? Hát a McDonald's. Az is a trash. Ja. Nem minősíteném, hogy le egy jó Big mac hogy trash. Kóró jó szerintem. De ezt már kivegéltek, nem akartam reklámozni, tudom, hogy egészségtendettem még. Végre volt egy jó kajabörgekén, de ez az ilyen fondus... Azon levették a, 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 ahogy elkezdtem venni. Nekem mindig azon, ahogy elkezdek, elkezdek szeretni, és mondják a imádom a karamellást, ahogy elkezdtem, tehát én tudhatja venni, most nincs sehol. Ja, szerintem megköveznek még a karamellás rajongók, hogy ez neked köszönhetik, hogy megfosztottad őket ettől az italt, volt majd az évet. De ami én nyulok, a szarába válik. Önök egy jacuzziba mindig, tehát bugyog a víz, beülök. <laughs> Félek, hogy ebből mi lesz. <laughs> beülök egy jacuzziba, azonnal elmúlik a bugyogás. Be... Beül... Beü bevittem a gyereket csak én, hoz. csak én érzem, hogy ez a téma, amikor te beülsz a be beemúlik a bugyogás, hát nézd. De a gyerek már rölg hogy nézd, apa, ott a jacuzzi, nézd, beülünk, akkor beülök, és azon, tényleg, azontan. Most elvittem a kicsit a... De ezzel a fúvókára közvetlenül, ami így fújja a levegőt, vagy egy <síns> ilyen Lehet, hogy ez lehet. Igen. De három a háromszor. Aquavörden, siófokon, bárhol, bemegyek. Lift. Nálam mindig lerold a lift mozgó lépcső. Bementünk a gyerekkel, a kis a mozgó lépcsőzünk, ahogy felmentem, meg hát a mozgó lépcső. ja, igen, hogyha már nem eszed le a cipődönet, mások előtt, a wellness, akkor az hogy éled meg a wellness -t? Amikor azokkal vacsorázol, akikkel egész nem együtt fürödtél. Én nem csinálok ilyet. <sítható> <coughs> nem, nem eszem azokkal, akik már ezt láttak. <coughs> később, később mész le, vagy, vagy hogy csinál? Mi a, mi a tükköd? Tényleg nem vettem részt ilyenbe, tehát be vagy ja, nem, történt, vagy, történt, vagy történt, nem ja. megyek. Egyrészt nem, egy munka kapcsolatban tudom, nem, 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 ez nem fér bele, hogy együtt ízadjunk egy szaunába. Nyilván vannak munkahelyek, de egy kreatív munkahelyen se férne bele. de ahol kevesen vagyunk ott azért nem, ha meggyári gyári munkásként kéne ülni, akkor meg, akkor meg azért nem. De mondom, én ebben extra szemérmes vagyok, tehát hogy... Igen. És a vonatokkal mi a helyzet? Vonaton ülni? Az a zöld, az a zöld, amikor ilyen beülsz a zöld vonatba, és így rá, ráragadsz. Ott nem kell levenni a cipőt. <laughs> <laughs> Rengeteget vonatoztam, mert ugye én szombathelyre, jártam négy évig, aztán meg Pécsen négy évig, ez akkor három és fél óra utazás jelentett minden héten egyik hmm. irányba, aztán meg három és fél órát a másik irányba, hogyha el akartam jutni ezekre a helyekre. Úgyhogy sokat vonatoztam, de kiváló taktikám van arra, hogy ne szóljanak hozzám. Tehát nagyon van az azonnal bealvós, a bambán nézek ki fel, és egy szavas válaszokat adok. <laughs> a <laughs> rögtön gonosz vagyok, ha valaki nagyon nem, tehát nagyon jó, jó, el, el, egyébként, tehát hogyha össze vagyunk zárva, és el tudok úgy szeparálódni, hogy tulajdonképpen mindenki utál, és mégse szólnak hozzám. Ö, például, mondjuk Belök egy kabinba, és ott ülök, Mert már úgy mentem úgy Szegedre, hogy, hogy bealudtam, és a -e? fiszkó, Ugye a úgy, hogy beszélt hozzám. Uh -huh. Hát ez a, én úgy hogy, hogy, vagy gonosz, mit mondasz? Először is én, ahogy beülök, már alszom. Így néz be. Tehát úgy megyek be, ha bent ülnek, akkor pedig ahogy leülök. De ezek a direkt felébre, direkt, direkt belirug, meg a belug, belug a táskádba, meg tudod úgy pakolni, hogy lejt valamit, hogy kell fel, mert muszáj beszélgetni veled. De van, akivel nem lehet elbeszélgetni, beszélgetni, és ezt nagyon én beszél, hogy jól tudom csinálni tényleg. Tehát, hogy, de mondom, eljátszhatjuk, tehát, ha akarod nyugodtan. Egy -e csak kérdezik, hogy a gonosz mi, kormos... mi, gonosz kormosan? Nem, nem, olyankor, -e nem gonosznak kell lenni, mert az inkább érdekes, akkor nekem kell provokálni, hanem, hanem unalmasnak kell lenni. Tudod, tehát, hogy viszonylag rövid és érdektelen válaszokat adsz, és akkor rájön, hogy nem is akar veled beszélgetni. Ez azt jól csinálom. De jó trükk. Nem, nem. Köszönjük szépen, hogy ellenünk ezeket nem vetettem. De bevetettem, csak hát nektek nem tűnt fel, mert szerencsére hozzám, Keressétek Edut és Gergőt a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon. Köszönjük a figyelmet!